Csát Géza, Mariska az anyjánál. A Mariska, akiről itt szó van, az én nagyanyám. 30 álló esztendeje már, hogy nem látta az anyját, Mariska, pedig vasúton nincs messze a szülővárosa, ahol Máikó lakik, így hívjuk a mi dédanyánkat. Csak hogy kétféle vonaton kell menni, és 3/4 óráig kocsin, hogy odaérjen az ember. S ezokból Mariska, sokszor emlegette mentegetőzve, nem ment el annyi idő óta hozzá. Holott igazában jó leány. Névnapokon el nem feledte. Ejnye, holnap van édesanyám névnapja, szegény mit csinálhat? De az esztendő egyéb részeiben ritkán esett szó Máikóról. Néha hírek jöttek, hogy kívánja a bort és minden nemű szeszt, sőt a rumot is kiszörpöli, ha a kezébe kerül. Ilyenkor Mariska hevesen tiltakozott. Az nem lehet. Az én édesanyám sose szerette a bort, soha, amióta az eszemet tudom. Mikor megesküdtem boldogult férjemmel, Pintérrel, akkor is csak nehezen ivott ki egy fél pohár bort, amikor kocintani kellett. Nekem beszélhetnek, nem igaz. Különben is majd én elmegyek, és utána nézek. Hiába magyaráztam, hogy aki 95 éves, hát kívánhatja a bort, és joggal, mert a szíve immár fáradt, lassúdik, Mariska idegesen közbevágott. Öreg, de egészséges! Nézd meg engem, 70 éves vagyok, van valami bajom? Köl nekem a bor? Megiszom az én kis kávémat reggel, délután, és mást ugyan nem is iszok én egész nap. Ami az elutazást illeti, semmi se lett belőle. Az unokáknak gyerekei születtek, és Mariska nagyanyám egy nyáron dédanyává lépett elő. Mint dédanya ápolta sorra a gyermekágyas asszonyokat. Ezen a nyáron már magam is kíváncsi lettem Máikóra. És fáradozásomnak az lett a vége, hogy elment ez a levél. Kedves mama, én, ha időm engedi, jövő héten elmegyek. Itthon mindenki egészséges, Margitéknál fiú lett. Tisztelteti és csókoltatja szerető leánya, özvegy Pintér Gyuláné, Donner Mariska. Ha a jövő héten nem is megyek, de azután bizonyosan. És megérkeztünk egy sárga színű, kissé már fázós augusztusi napon. Mikor beléptünk Máikó szobájába, mindjárt megcsapott az a finom, sajátos szag, amelyet csak igen öreg asszonyok szobáiban tapasztalhatunk, s amelyben a ménta illatától kezdve régi levelek porzójának, jól kivasalt és bizonyára megsárgult öreg fehér neműnek, apró kincses ládikáknak, tömjénnek és muskátlinak édesen elvegyülő illatát érezni. A mama egy óriási bőrkaros székben ült az ablak mellett, és a vakok méla arcával bámult maga elé. Finom, halványsárga arcán fehér ragyogó fénysávot vont az ablakon özönlő fény. Fekete ruha volt rajta, és fekete felöltő takarta ezüst színű haját. Megriadt, amikor Mariska nagy zajjal berontott, és megcsókolta mind a két kezét, és mind a két arcát. Ejnye, Mariska, Mariska! Hát nem tudod, hogy szegény öreg anyád beteges, így megijeszteni az embert? Mosolygott a mama. Nem járja ez, Mariska. De nehogy nekem széthaigáld a holmidat, majd Katalin megmutatja, hová tégy mindent. Ez a Katalin egy 20 éves leány volt. A mama soha se tartott öreg nőt, ki nem állhatta őket. Fösvények, és nem tisztelik a kort. Fiatal lányokat fogadott, akiket meghallgatott előbb, hogy jól tudnak-e olvasni. Gyakran kapott leveleket unokáitól, vagy gyerekeitől alig, és így alaposan tájékozódva volt a család dolgairól. Az utóbbi időben hamar felejtett. Ilyenkor efféle beszélgetések estek. Te Katalin! Most nem tudom, hány gyerek is van Luizájéknál? 5 van, ténsasszony. Ne mondd! Alig, mintha egy hónapja lenne, hogy 3 volt. Én egy éve vagyok itt, de már akkor 4 volt, amikor gyöttem. Igazad van, Katalin, gyere ide, megcsókollak, és megcsókolta a piros képű jókedvű parasztlányt. Nála nem bírta ki, aki nem szerette őt. Sokszor éjjel ébredt föl, és sétálni akart menni az utcára. Ilyenkor Katalin zokszó nélkül felöltöztette, és lassan topogva sétáltak egy órát a csillagos nyári éjszakában. Katalin elhelyezte holminkat, azután két zsámolyra odaültünk Máikó lábaihoz,
A kezeinket a kezébe vette. Én velem hamar végzett. Doktornak készülsz? És írsz az újságba? Hát csak legyél jó doktor, az a legszebb. Azután elkezdték a család és a város dolgait. Amit mások 30 éves levelezésekkel intéznek el apránként, ők keresztül futották aznap estig. Délben Katalin jelentette, hogy asztalon van a leves. Berántott csirkeleves volt, s Mariska mitagadás mohón szürcsölte. A mama finom arca idegesen összeráncolódott. De Mariskám, hogy eszel te? Gyerekkorod óta nem szoktál le róla. És milyen gyorsan kanalazol? Nem szép a mohóság. Mariska elpirult és lassabban evett. A következő tál ételre sokat kellett várni, és Mariskát a konyhába küldte. Ejnye, fiam, nézz utána csak! Ha nem lennék vak, magam néznék utána, mit bajmolódik az a Katalin, oly soká avval a nyavajás csirkepecsenyével. Mariska mindent elintézett, de a mama nem volt megelégedve, mert a szárnyas földarabolása szabálytalanul történt. Hát én így szoktam, mama, mentegetőzött Mariska. Te így szoktad, azt mondod? De én egészen másképp tanítottalak. Ezt nem vártam tőled, Mariska. Ebéd után folytatták a beszélgetést. A mama ekkor végig simogatta Mariska arcát, aztán így szólt. Mit veszek észre, Mariska? Neked bajuszod van. Micsoda dolog az egy nőnél, hiszen még csak 70 éves vagy. Nem mondanám, már ha olyan idős lennél, mint én, de nálad ilyet? Mindig fiús természetű voltál. Azokkal jobban szerettél játszani, mint babaruhát varni. Férjhez alig is tudtalak adni, mert olyan voltál mindig, mint egy kis csikó. Most meg szőrök nyőlnek az orrod alatt és az álladon. A hajad meg fogy. Nem jól van ez, Mariska. Nézd meg az én képemet. Van-e rajta egy szál olyan? Nézd meg a hajamat. Fehér, de megvan mind. És ha nincs is, nem baj, mert én már 95 éves vagyok. Az öregasszony itt kifogyott a mondani valóból, de mert Mariska szégyenkezve hallgatott, hát nem beszéltek többet erről a kellemetlen ügyről. Szóba kerültek aztán az unokák. Legtöbb rosszul házasodott, vagy szegény emberhez ment férjhez. Majd a dédunokák következtek, akik közül az egyik 2 éve tett érettségit, és valahol Pesten már gyereke is van. A mama elmondta azután, de lehetőleg titokban, hogy ő játszik az osztály sorsjátékon. És egyszer visszanyerte már a sorsjegy árát. Mariska, akinek még ennyire se ütött be a dolog, kijelentette, svindli az egész. Lassanként beesteledett. Katalin behozta a zöldernyős lámpát, és Mariska, aki eddig nem érzékenykedett, most egyszerre elkezdett sírni. De csak rövid ideig, és szégyelte is a dolgot a mama előtt. Lassan vallotta csak be, hogy miért sír. Hát, csak eszembe jutott, hogy ez a zöld lámpás volt nálunk, még kislánykoromban is, és az esküvőmön is ott égett a szekrény tetején. Dehogy volt ez a lámpa, mondta nevetve a mama, hiszen azt most 2 éve törte el az Erzsi. Arra se emlékszel, Mariska, hogy az az ernyő jóval cifrább volt. Vacsora után sokáig hallgattunk. Katalin is, amikor elmosogatott, bejött, akarta hallgatni, amit beszélünk. Végre Mariskának eszébe jutott valami. Levette a gitárt, és elkezdte inkább csak mondani, mint énekelni. Földiekkel játszó, égi tünemény. De mivel rosszul csinálta, a mama félbeszakította. Mariska újra próbálta, újra nem ment. A mamának kellett megmutatni. És cérnavékony hangon, kezében a zümmögő gitárral énekelte a vak öregasszony. Földiekkel játszó, égi tünemény, istenségnek látszó, csalfa vakremény. Majd együtt daloltak, és Mariska újra megtanulta, mint egykor, 60 esztendő előtt, ugyanazon a helyen. A nótával azután elálmosodtak mind a ketten. Aludni mentek. Mariska csak a kanapén kapott ágyat. A mama kacagva mondta, jól áthallatszott az ajtón, fiatal vagy, alhatsz még a kanapén! És nevettek sokáig. Majd megcsókolták egymást. Mariska elfújta a lámpát, és ágyba bújtak.
10 perc múlva már csak 2 egymást követő, gyenge horkolás hallatszott a szobában.